Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első 9 percben zsinórban 5 gólt szerzett a Kisvárda. A folytatásban is a házigazda akarata érvényesült, folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, végül 8 gólos vezetéssel mehettek pihenőre Orbán Adrienék. A második játék részben negyed óráig minden a korábbi forgatókönyv szerint zajlott, 11 gólos különbségnél azonban akadozni kezdett a Kisvárda játéka. Olyannyira, hogy a vendégek egy 8-1-es szakasz produkálva 4 góra felzárkóztak. Dombi és Radojevic találata azonban megállította a fővárosi rohanást, így végül némi izgalmat követően 3 gólos hazai győzelemmel zárult a találkozó. Az volt a célunk, hogy nagy tempóban és fegyelmezetten kezdjük a mérkőzést. Azt gondolom, hogy az első fél idő rendben működött és jó is volt. Védekezésünk és kapus teljesítményünk hatékony volt. Azt kértem a lányoktól a második fél időben az egyetlen fontos feladatunk, hogy meg ne próbáljunk kilazítani, illetve eszünkben is van az, hogy eldőlt a mérkőzés. Sajnos kár volt ezt ezek szerint megemlítenem, mert ez nem így történt, és ha bár tudtuk még növelni a második fél időben a különbséget, talán 11 gól volt a legnagyobb különbség. Amikor cseréltünk, akkor drasztikusan visszaesett a teljesítményünk úgy védekezésben, mint támadásban is. A vendégek edzője érthetően csak az utolsó negyed órában nyújtott játékukkal volt elégedett. Sajnos az első 10 percben elveszítettük a mérkőzést, ami így fájó a végeredményt nézve. 40 percig tartott megtalálni azt a csapatot, aki védekezésben egy kicsit agresszívabb tud lenni. És körülbelül a 40. percben érkeztek meg végre a faltjaink, amiből le tudtuk követni az ellenfél támadásait. Sajnos a helyzet kihasználásunk az egész mérkőzésen katasztrofális volt. Ez már a második mérkőzésünk sajnos. Most csak belegondolunk, hogy a második fél időben a szüres kapus helyzeteinket belőjük, akkor más lehetett volna az eredmény. A hazaiak csapatkapitánya szerint saját maga számára tette nehézé a mérkőzést a Kisvárda. Két pozitívum volt ebben a meccsben, az, hogy nyertünk, és az első 40 perc addig nagyon jól működött minden, küzdöttünk, harcoltunk. Sajnos az utolsó 20 perc miatt viszont nem lehetünk elégedettek, nem engedhetünk meg ilyeneket, hogy ilyen hullámvölgyeket. Nekünk ezt magabiztosabban kellett volna megnyernünk ezt a meccset. A forduló további eredményei a következők: Győri Audi Etókáci Vác 33-24, Debrecen Békés Csaba 32-30, Mosonmagyaróvár Érd 22-29, Siófok Ferencváros 31-31, Szombathely Albafehérvár 29-29 és MTK Budapest Dunaújváros 27-27. A tabella élén a Ferencváros áll 10 ponttal, megelőzve a 9 pontos Debrecent és a 8 pontos Győrt. A Kisvárda 4 ponttal a 7. helyen várja az október 4-én esedékes Vác elleni hazai mérkőzését.